Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, és jön Gamer Pszichológia következő része. Ugye kicsit Warframe-et veszük alapul ebben a játékban, minden játékban sokat lehet elérni. Miről szól ez a sorozat, ugye? Azoknak, akik csak netán megtalálták ezt a videót, arról szól, hogy a játékoktól is tanulhatunk valamit, és mindezt megpróbáljuk beletenni egy olyan környezetbe, amivel netán tudnánk alkalmazni a mindennapjainkban is. Az eddig videókat nagyon ajánlom figyelmetbe, ugorjatok el a csatornámra, tudjátok fel, rákattintotok arra a Necrokrim hosszú izé címre, ami fura fekete kiemeléssel van ott, arra rákattintotok, elugrotok a csatornámra, és megtaláljátok a többi videót is, mert többi valószínű lusta voltam beletenni őket a leírásba. Szóval az eddigi részekben beszéltünk arról, hogy a cél az oda vezető út, az út közben felmerülő akadályok, mi az, amikor elértük a célunkat és vissza szeretnénk adni valamit, aztán volt arról szó, hogy váljunk hitelessé, és a hitelesség videó végén beszéltem arról, volt egy olyan mondattal zártam le azt a videót, hogy ne legyünk hülyék, tehát ne legyünk a viharban álló fák, mert előbb-utóbb akármilyen erős is a gyökered, már pedig az összeg erős lesz, de a fa is ketté fog tudni törni, akármennyire erős. Mit akartam ezzel mondani? Fölépítettél ugye egy kultusz magadnak a Warframe-ben, fölépítettél sok rejtel, sok platot, vagy halad, megvan a játék, és megvan egy lexikális tudás ugye a játékról. A Warframe az egy nagyon jó példa ebből a szempontból, mert a Warframe egy nagyon-nagyon-nagyon gyorsan változó játék, folyamatosan jönnek be új dolgok, új frissítések, új minden, és ebből a szempontból az ember től azt kívánja, hogy mindig ott legyen a toppon. De és kétfajta ember van, aki eljutott a csúcsra, és azt hiszi, hogy ott már mindent tud, és van az okosabb fajta, aki eljutott a csúcsra, és várja, hogy hol változik az egész, és hol tud alkalmazkodni. Na most ugye az előző videóban mondtam, hogy ugye váljunk hitelessé, legyünk azok, akik. Na most, ha például a Warframe esetében nem követjük mindazt, ami történik ezzel a dologgal, ha csak nem már nyugdíjba mentünk, tehát akkor nem számít természetesen, akkor rajtunk áll, de hogyha egy aktív tagjai vagyunk ennek a társadalomnak, amit például Warframe-nek hívunk, és nem követjük mindazt, ami történik ezzel az adott dologgal, amit mi képviselünk, akkor gyakorlatilag mindaz, amit felépítettünk, nem tönkre megy abból a szempontból, hanem csak önmagától lebomlik. Mindazok, akik részesei voltak annak a rendszernek, amit te létrehoztál, az elmennek az emberek, nem fogják látni, mert azt fogják, egyrészt ugye kikötünk ott, hogy ha bár azt fogják gondolni, hogy hiteles vagy, de azt is fogják mondani, hogy eljött az ideje egy új generációnak, mert te már nem tudod, nem követed azokat az új változásokat, és itt jön a dolognak a lényege, hogy előzd meg a dolgokat, tehát légy okos, szeretnéd fenntartani a cégedet, a rendszeredet, azt, amit elértél, felépítettél, akkor követned kell a változásokat, be kell vonnod új dolgokat, be kell vonnod az új embereket, oda kell emelni őket hozzád, meg kell nekik mutatni azt úgy, ahogy van, és elindulni az új rendszeren, az új dolgokon, de folyamatosan tartani ezt a lépést. Ám a következő dolog, hogy nem kell hülyének lenni abból a szempontból, tehát nem minden jó neked. Így is lehet elmondani. Szóval mielőtt fejest ugrunk a rögtön a legújabbba, azelőtt érdemes végig gondolni, és hogyha netten vannak olyanok, akik tanácsot tudnak neked adni azokban a dolgokban, hogy miben kellene fejest ugrani, vagy nem kellene fejest ugrani, azt érdemes kikérni a tanácsukat, érdemes végig gondolni, és kielemezni abban, hogy a jövő szempontjából megéri-e neked ebbe a valamibe befektetni, amibe befektetsz, érdemesebb vele neked haladni. Nem arról van szó, hogy azt, aki vagy, hanem arról van szó, hogy gondold meg, hogy az, aki te vagy, neked megérje mindig azt követni, amit kijelöl neked az az adott út. Ezt akarom mondani, azt hiszem, hogy elég érthető. Szóval, hogyha már ott vagy a csúcspontján egy adott dolognak, akkor nincs relax.
ebből a szempontból is. És sokszor ismerek olyat, aki úgy gondolja, hogyha elér a szakmájában egy adott sikert, és már sok pénzt fog keresni, hogy onnantól már le lehet ülni pihenni. Egy. Így fenét lehet leülni pihenni. Akkor, mikor az egésznek a csúcsán vagy, akkor van a legnehezebb dolgod. Mert egy gépezek működik veled együtt, aminek te is a részese vagy, és hogyha te a csúcson fogod és így megállsz, akkor természetesen az egész gépezet össze vagy. A megállsz a szó itt egyenlő azzal is, hogyha nem vagy képes a te rendszerednek legmegfelelőbb utat követni. Szóval, ja, ez egy jó kifejezés. Szóval, még egyszer elmondva, ha nem vagy képes követni a te rendszerednek a megfelelő utat, ugye ezzel kizárod azt, tehát kizárod azt, hogy nem mindent követsz, csak azt, ami neked jó. Azt, ami a te célodat és cégedet és te rendszeredet szolgálja. És természetesen ezt végig gondolnám, hogy nekem ez lesz jó, nem? Szóval ki kell elemezni egy kicsit. Tehát végig kell gondolnod az ügyet, hogy ez most nekem jó, ha megszerzem a Wobant, vagy inkább szerezem meg a Banshee-t. Most mondtam, mert hogy a Banshee az egyszerűbb, és ugyanoda el tud juttatni, ugyanazt a célt tudja szolgálni, és most így mondtam valamit, természetesen, és hogyha ez megvan, akkor be kell indítani a gépezetet, és követni Amazon a célon. Nos, kicsit egyre nehezebb témákba megyünk bele, próbálom ezt ilyen érthető nyelvezeten elmondani, remélem, hogy sikerült, remélem, hogy tetszett a videó, nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, mit gondoltok erről, és hát a következő videóban találkozunk, még nem tudom magam se, hogy mi lesz, úgyhogy időt kérek a kigondolására, addig is köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!